Ez volt az úgynevezett cukorágyú, amelyet nem csak a gyerekek, hanem bizony a felnőttek is nagy érdeklődéssel vártak. Az ünnepélyes megnyitót követően ezzel vette kezdetét a Színes iskola, színes programok című egésznapos családi programsorozat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola szervezésében. A már hagyományokkal rendelkező esemény arra is lehetőséget adott, hogy a jelenlévők megemlékezzenek a madarak és fák napjáról. Ennek keretében két csemetefát is elültettek, hogy néhány év múlva hűs árnyékot adjanak az iskola játszóterének. Még csak néhány éve, hogy átadtuk ezt az iskolát, korábban mindenki emlékszik azokra az áldatlan állapotokra, amely szerint az egy intézményhez tartozó, de két különálló épületben kellett a diákoknak tanulni, és a pedagógusok nagy része azzal töltötte a szünetet, hogy hón alatt a naplóval, esőben, hóban, szélben, napsütésben sétált a két épület között. Nos, akkor azt éreztük, hogy mindenkiben valamilyen gondolat, valamilyen érzés van az új iskolával kapcsolatban, akár azzal, hogy ezt az épületet újítottuk föl, akár azzal, hogy milyen színűre festettük az épületet, viszont egy kérdés senkiben nem fogalmazódott meg, az pedig az, hogy a korábbihoz hasonló jó és színvonalas munka működik az intézménynek a falai között, és ahogy már utaltam rá, korábban ugye fenntartói is voltunk ennek az iskolának, most már az állam a fenntartója, de a kapcsolat az megmaradt, és örömmel vesszük azt, hogy annak ellenére, hogy már nem a város a fenntartója, ugyanolyan aktívan vesznek részt Sárospatak kulturális és sport és szellemi életében, mint az korábban tették. Az oktatási intézmény és az oktatás korszerűsítéséért alapítvány közös szervezésében zajló eseménynek még egy nem titkolt célja volt idén. Az együtt töltött kellemes órák mellett az is cél, nem titkolt cél, hogy a süteményárusításokból, bazárból befolyt összeg szintén az idejáró tanulóknak a oktatási színvonalát valamilyen formában emelje, illetve az alapítvány kuratóriumi tagja most el is mondta, hogy az éven az aula hangosításának a modernizálását szeretnénk megoldani a bevételből. De nem csak kint, hanem az iskola falai között is zajlottak színes programok. Ezek kiváló lehetőséget nyújtottak arra, hogy a családok együtt töltsék el az időt. Én azt gondolom, hogy minden közösség számára rendkívül fontos, hogy a gyermekkel, a tanulóval ne csak tanórai körülmények között találkozzanak a nevelők, a szülőkkel ne csak fogadóórákon vagy szülőértekezleteken találkozzanak a pedagógus kollégák, hanem egy kötetlenebb formában is, hiszen amikor két ember közelebb kerülhet egymáshoz, megismeri egymást, akkor talán könnyebb megérteni sok esetben a gyermek viselkedésének okait is. A májusi verőfényes napsütésben a sport is kiemelt szerephez jutott, akárcsak a többi szabadtéri színes program. Idén közel ezren voltak kíváncsiak a nyitott iskola családi napjára.